Nagyon gyönyörű, szép zöld. Tehát itt semmilyen gond nincsen a szőlővel. Érett, beérett a vessző. Hagyományos vincenapi vesszővágással vette kezdetét az idén 45 éves Diszenti Dezső kertbarát kör borünnepe Szekszárdon, az Istifán gödrei pincesoron. A tradíció szerint ilyenkor a gazdák lemetszenek egy szőlővesszőt és megvágják azt. Utóbbi ezt követően egy vízzel töltött edénybe kerül, később a kihajtó rügyek alapján pedig további következtetéseket vonhatnak le a borászok. Az egyesület elnöke elmondta, hogy a vesszőjóslat alapján kedvező lesz az idei év. Hát nem lesz annyira jó rendkívüli, mint a tavalyi, mert azért nagyon sok gondunk volt, azért a jó minőség mellett aszálykár volt, nagyon komoly aszálykárunk volt, hűvös idő, tehát volt minden, ami nem kívánatos, de a végére hál' Istennek a végtermék az jó minőség. Az események egyik elmaradhatatlan része a vessző megáldása. Kaszó Gyula református lelkész már 2013 óta látja el ezt a feladatot. Valahol az mutatkozik meg ebben, ami a természetben is tapasztalható, hogy az ember kevés arra, hogy a természet erőjét úgy szelídítse meg, hogy az őt is táplálja és a békesség is megmaradjon. Az Úristen áldását kérni jövünk ilyenkor mindig egybe. A jubileumi vincenapi borünnep ezúttal is pincelátogatással és a kertbarátok 2021-es kék frankos újborainak kóstolásával, értékelésével zárult.